Sziasztok! Itt vagyunk Kakucson, a Kakuscsringen. Egy kis autózásra indul a nap, volt egy pár nyertesem a Facebookon, akiket most fogok megautóztatni. Majd később még beleláthatunk a napom további részébe is. Délután egy speciális autóversenyzőknek kitalált edzésre megyek, ahova hetente kétszer járok, és ebből megnézhetitek a mai alkalmat. Egyáltalán nem féltem. Nem tűnik úgy, hogy... Mondhatom úgy, hogy nem tűnik egy idegbeteg alkatlan, mert nekem úgy tűnt, mint aki biztonságosan vezet, de gyorsan. Itt volt a Mátyus család, őket autóztattam meg, remélem, hogy nagyon élvezték, illetve van egy-két nyertesünk a Váci futóversenyről is. Úgyhogy sajnos nem az én autómmal, de én autóztatok. Amivel még az autóversenyzésen kívül foglalkozom, az egy non-profit kezdeményezés, amit Andrissal indítottunk el. A lényeg az, hogy a friss jogsi előtt állok és az újrakezdőket is bevonva ebbe az egész történetbe, tudatosabban és biztonságosabban tudjanak közlekedni az utakon, a mindennapokban. Azt gondolom, hogy Krisztiánnal ezért tehetünk, és egy biztonságos, jobb utakat teremthetünk ezáltal. Ladies and gentlemen, broadcast a lot to you and yours. It's Mr. X to the Z exhibit. Yeah. Megérkeztünk az edzésre, itt szoktam hetente kétszer edzeni. Otthon elzinkeskedem mindig, nem kellene amúgy. Totó lesz ma az edzőm. Mindenféle érdekes, speciális gyakorlatokat, feladatokat láthattok ma tőlem, ha sikerül végrehajtanom. Egyensúlyi figyelmi feladatok, fókuszálás, osztott figyelem, koordináció, és amire szüksége lehet, hogy versenyzünk. Főleg a téli időszakban segít formában tartani, illetve télen kell rágyúrni így a szezon elejére, tehát akkor kell jól felkészülni, és ez kitart szezon végéig, úgyhogy tényleg nagyon sokat segít. Kijöttünk ide a főtérre, Vácra, mert hogy mi itt lakunk, gyermekem anyja, és igazából még csak a barátnőm. Igen. Frida, a kisfiunk Mózes, kis tricikliével, és a kiskutyánk Fülöpke. Velük szívesen töltöm az időt. Így, hogy megnyertem már kétszer a Super 1600-as kategóriát, ideje tovább lépnem, szeretnék a VB-n menni. Valószínűleg egy év, biztos lehet, hogy kettő év, hogy mondjam, bemelegítés, gyakorlás, tapasztalatszerzés lesz, de távoli célom, hogy egyszer világbajnok legyek.